Az ország egyik legforgalmasabb hipermarketje alig egy órával ezelőtt a sztrájk meghirdetése után. Híradónk egyik nézője rögzítette ezeket a felvételeket, stábunkat már nem engedték forgatni. A pénztárok töredéke működött, a vevőszolgálati pultnál is sorált, többen ott tudtak fizetni. Ez egy országos sztrájk a dolgozók részéről. A vásárlók egy része már a sztrájk kezdete előtt azt mondta stábunknak, észrevette, hogy nincs minden rendben az áruházakban. A pénztároknál nagyon sok sorállás van, az igaz, főleg szombaton és vasárnap. Néha elég üres az üzlet, már úgy a polcok. A dolgozók mostanra teljesítő képességük határára értek, mert a munkaerő hiány miatt sokszor mások munkáját is kénytelenek elvégezni a szakszervezetek szerint. 15%-os létszámbővítést követel a két sztrájkot szervező szakszervezet, és 25%-os béremelést a tavalyi keresetekhez képest. A Tesco vezetése szerint a dolgozók több mint fele, csak nem 9000 munkavállaló, bruttó 143.700 forintos havi alapfizetést kapott tavaly, amely mostanra 19%-kal bruttó 174.000-re emelkedett. Nem eléggé a szakszervezetek szerint. 16 órától 24 óráig sztrájkot hirdetünk Magyarország egész területén, illetve a holnapi napon szombaton délelőtt 10 órától 24 óráig folytatjuk a sztrájkot. A sztrájkot szervező szakszervezetek azt mondják, az áruházlánc nagyjából 200 üzletéből több tucatban lehet fennakadás bárhol az országban. Országos érvényű, és igen, arra szólítjuk fel a munkavállalókat, hogy álljanak meg. Kedden a kormánypárti Magyar Időkben jelent meg, hogy a miniszterelnökséget vezető miniszter az egyik szakszervezetet levélben biztosította a támogatásáról. Azt írták, a kormány támogatja a dolgozók törekvéseit. Lázár János tegnap is arról beszélt, hogy a munkavállalók oldalára álltak. Én személy szerint politikusként a munkavállalókat támogatom ebben a vitában. Kérdeztük a miniszterelnökségtől, pontosan mit értenek a sztrájkot hirdetők támogatása alatt. Azt írták, a követelések egy részét jogosnak tartják, de a kormány nem tud beavatkozni a független gazdasági szereplők vitájába. A Tesco vezetői azt mondják, az elmúlt két évben összesen 9 milliárd forintot költöttek béremelésre, és csalódottak a sztrájk miatt. De hatékonyabb munkaszervezést és újabb egyeztetéseket ígérnek, a tárgyalást jövő hétfőn folytatják. A Tesco mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tescót választó heti 3 millió vásárló a lehető legkevésbé érezze meg a szakszervezetek által szervezett munkabeszüntetést. Kereskedelmi láncnál még soha nem sztrájkoltak Magyarországon. A Tesco amúgy 16.500 alkalmazottjával az ország legtöbb embert foglalkoztató magánvállalatának számít.